Mindannyian emlékszünk, emlékeztek rá, hogy 18 éven keresztül Szűcs György vett részt és mondott köszöntő megnyitó beszédet ezeken a kiállításokon. Összesen 36 alkalommal, hiszen évente nem csak a Magyar Kézművesség című nyári kiállításokon, hanem a Betlehemi Jászló című kiállítások megnyitóin is részt vett. Az új elnök, Németh László, ma egy rendkívül fontos megbeszélésen, tárgyaláson, illetve találkozón vesz részt, amely a nemzeti gazdasági kerekasztal vagy tanács, nem tudom pontosan, elnézést kérek az pontatlanságomért. Tehát ezen képviseli az IPOST, ezért nem tud részt venni ezen a megnyitó ünnepségen. Ugyanakkor engedjék meg, hogy ahogy már előttem is többen említették, hogy ez egy igazi kézműves közösség. Akik itt is jelen vannak, és akik az elmúlt 18 évben a 36 alkalommal részt vettek a pályázatainkon, kiállításainkon, tehát bátran mondhatom, hogy egy több ezres kézműves társaság közösség nevében szeretnénk megköszönni azt, hogy 18 éven keresztül Szűcs György gondozott minket, figyelt ránk, figyelemmel kísérte a tevékenységünket, a kiállításainkat, és lelkiismeretesen minden alkalommal részt vett ezeken a megnyitókon. Azt szeretném kérni, úgy érzem mindannyiunk nevében, hogy tegye ezt a jövőben is, tehát kísérje figyelemmel továbbra is a tevékenységünket, és ezután is minden alkalommal nagy szeretettel és tisztelettel fogjuk látni őt a megnyitóinkon. Úgyhogy szeretném megköszönni neked, elnök úr. Magyar Kézműves Társadalomnak ezt a tárgyasult formába történő elismerését. Az, hogy 18 évet említ Gergely Imre, az csak azért van, mert 18 éve alakítottuk meg ezt a közösséget. A 18 év az volt, csak 4 év hiányzik a rendszerváltáshoz. Annyi kellett abban a nagyon bonyolult időszakban, hogy definiáljuk magunkat a magyar társadalomban, gazdaságban, politikában, szellemi életben. Fekete György köszöntése most már feltette erre a törekvésre a koronát. Hajrá kézművesek, természetesen veletek vagyok továbbra is. Köszönöm.